Akkor mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntünk. Most ugye volt ugye egy két hónapos szünet a klubestekben, ami ugye a menekültügy kapcsán volt, hiszen mindannyian, vagy nagyon sokan ezügyben ténykedtünk. Vendégünk is, nagyon sokat. Úgyhogy én nekem nagyon nagy öröm ez az est most, és ahogy menni szokott ez a dolog, először a beszélgetőtárs, hát most nem fog szólni az Imre, tehát az ikon, Mécs Imre fog beszélgetni Gáborral, és utána átmegyünk, tudjátok, interaktívba, és aki akar, akár Gábortól, akár Imrétől kérdezhet. És akkor én el is kezdeném, átadom a szót Mécs Imrének. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kedves meghívást, kedves figyelmet, szeretettel és hát főképp a vendégünket, a nem is vendég, hanem közülük való diák, és akivel nagyon könnyen és jól tudunk beszélgetni, nagyon súlyos és nehéz dolgokról is. Mert itt ebben a szegény kis országban nem lehet semmiről se beszélni, hogy ne érezzel, hogy komoly bajok vannak, hogy súlyos gondok vannak, és hogy mindez nem idegeneknek köszönhetjük, hanem saját magunknak. A nem nektek, hanem azoknak, akik nem képesek normálisan sem viselkedni. De a Gábor is azok közé tartozik, amiért is egy picit, hogy mindig bízunk abban, hogy jókat emberek, hogy alapvetően jó, vagy netán több a jó ember, mint a rossz ember, vagy a legrosszabb emberben is van valami jóság, ami előbukkanhat. Hát elég fura, remény, tudat nélkül nem is nagyon lehetne élni majd minek. Úgyhogy azért szeretettel köszöntöm Gábor, aki annyi sok időségben mutatja az emberségét és magát, aki nagyon régóta ismerő, persze elég régóta, és akivel számtalan helyen, számtalan szituációban, számtalan helyzetben összekapcsolódott az életünk, és hát nagyon nehéz is rendszerezni azt, hogy mivel is kezdjük, de hát azért az igazi kályha, amikor mindig el kell indulni, az a család. És hát ezen a téren Gábornak a szülei is hihetetlen gyönyörű példát adtak. Ők is nagyon sok oldalúan, sok vegyi értékkel rendelkeznek az emberiség, a társadalom és Isten felé is. És akiknek 11 gyermekük született, és a második volt a Gábor, tisztelet és hála nekik odaföltve is. Hát arra gondolok, hogy gyönyörű példát adtak. Ugyanakkor Gábor a második szülött nyilvánvalóan is nem kell nagy következtetés ahhoz, hogy elsősorban a szüleitől és jeleső édesapjától látta a mintát, amivel az öröklött gényei azonnal, amire már haladtak, a közösség szerint ért a felelősség, és a hitnek a képvése. És Gábor folytatta azt, amit az édesanyja elkezdte, amit a testvére is érnek. És hát ugyanakkor meg, hát épp, hogy megnéztem, hogy mikor született az édesapja. Mikrofon. Jó, most már jobban hallozom. Igen. Elnézést, mert tehát
Gábor édesapja pár évvel idősebb volt itt én, tehát Gábor majdnem, hogy a fiam is lehet. Ha én 17 éves koromban, de már erre vállalkoztam volna, bármi nem a Gábor hanem akkor még éppen jezsuita kismam volt a vendégként egy évig, tehát de a későbbiak folyamán, amikor a késő Kádár időszakokban fölcsillant a remény arra, hogy lehet ellenállni, és ez a bennünk 56-osokra végig élt, de ha remélt volna, akkor elég vertét volna, hogy mi vagyunk a nép ellensége, a rendszer ellensége, a kommunizmus ellensége, és keressük a leghalványabb jeleit annak, hogy valaki más is ellenálló, és hát ezt aztán megtaláltuk a demokratikus ellenzékben, és a demokratikus ellenzéknek a boldogban. És tulajdonképpen az egész rendszerváltó tét, hogy így mondjam, akkor erősödött meg, mikor a demokratikus ellenzék más oldalról jött, emberei találkoztak a többi ellenzékkel, így többek között a vallásos szférában megjelenő valódi ellenzékkel, vagy a 56-os ellenzékkel. És amikor találkoztunk, akkor előre kaptunk. Nagyon de túl, akkor elérzésügyünk, ha erre az Egyesült Ellenzékre gondolok, számtalan nagy akciókból, és ezeken keresztül átjutottunk el politizáláshoz, nagy politizáláshoz, és végül a rendszerváltáshoz. És ennek során találkoztam Gáborral, és talán igen, igazad van, és talán odattól kezdtem, hiszen akkor, ha te sorsod is, bár a rendszerrel szemben fölhatalmasodott, gondolok én a kispesti helyzetre, amikor a mi közös Istenünket az utcán kellett tiszteletek és dicsértetek, és az elemi alkotmányos jogaitokat ott kellett érvényesíteni. Ráadásul olyan helyet telepettél meg az egész intézményrendszeret, de utaszoljuk most ezekbe az intézményrendszer, de tényleg az, ami ott van a Józsefváros, a Gyógyú részében, azon a helyen, ahol nagyon sok cigány testvérünk él. Azzal hadd válaszoljak, vagy kezdjék válaszolni, egy kicsit felidézem Soltok Ilija alakját. Szenvedélyes ember volt, tudott nagyon csúnyán beszélni, de valahogy ugyanúgy jól állt neki, mint Árpádnak is, mert ő is tudott a börtönben megtanulta ezt. És ott Ilija viszont ezt úgy használta a hatalmasokkal való vitában is, hogy én nem egyszer láttam előtte meghunyászkodni nagyon hatalmas embereket is, hogy máig felidézem, nem tudom, ki emlékszik a Lánchídi csatára, amikor oda terelték a hatóság, nem tudom hány volt, 87-8 körül, és ott a Lánchídon végig tüfölték a fiatalokat. Emlékszem, hogy március 15-én, és akkor a legkisebb fiával, a Mátéval, elindultak az elzárt Petőfi szobor felé, ugye azt körülállták
rendőrök, és az ott írja, elindult a Mártin nevű fiával, aki szegény balesetben meghalt, és a figyel is ennek hozadékaként őt is emiatt vesztettük el 4 év múlva. Akkor még kisfiú volt a Márti, mindkettőjük kezében egy-egy szál virág, és elkezdtek a rendőr sorfallal szemben sétálni, mintha éppen csak játszókére mennének, és hát mentek szembe a rendőrsorfallal, és amikor odaértek, akkor mint Mózesnek a vörös tenger kettén jut a rendőrkordon, és ők szépen átsétáltak közöttük, letették a virágjukat a Petőfi szoborhoz, mondom, a hátuk mögött pedig a Lánchídnál lezajlott ez a bizonyos csata. Szóval egy fantasztikus ember volt. Emlékszem arra az utunkra, amikor együtt elmentünk Hökörító Fülpösre, nagyon jó névhez, de létező település, Szabolcs-Szatmár Beregi részén van, ez Csenger felé, és találtunk ott egy családot, ahol 7 gyerek egymást nevelte fel. A 2 legidősebb lány tartotta össze a többi gyereket, járta őket iskolába. Az anya elhalt bánatában, és az apa pedig börtönbüntetést kapott. Csak hogy lássuk, hogy milyen ügyek miatt. Valamikor a Nagy Szabolcsi Ávid idején történt, hogy a kocsmában összevitatkozott valakivel. És akkor elmondom azt is, hogy min. Elfogyott a pénz, és volt neki egy a nagyapjától örökölt pipája. És ott kapatosan ezt a pipát kínálta fel, hogyha az ivó szíporája fizet neki még egy kört. Ez megtörtént, de hazaérve és kihúzalodva kétségbe esett, hogy ezt a fontos erekét hát így eleresztette, és visszament visszakérni, visszaváltani a pipát. Viszont hát 100-asért kelt el, ami akkor egy kicsit nagyobb pénz volt, de hát igazán nagyon nagy pénz nem volt akkor se. Nem adta az új tulajdonos, ezen összeszólalkoztak, ő megütötte az új tulajdonost, akinek aztán az orráját tört, valami ilyesmi volt, és ugyanilyen statáliális féle helyzet volt, de a helyzetét igazán az rontotta, hogy amikor ott őkörító Fülkösön kijelölték a cigánytelepet, akkor ő vitatkozni talált a polgármesterrel, akit akkor tanácselnöknek hívtak, és arra merészelt rámutatni, hogy minden településen és egy Őkörító Fülkösön is azokat a telkeket adják nekik, amelyek belvizesek, vagy amelyeket mindig először borít el az árvíz. És ott szót követett a tanácselnök ezt a felszólalást rendszerelnök sakitárnak tekintette, és ezért amikor a büntetőügyben megkérdezték, nem tudom ki emlékszik rá, hajtam a bukai előjárót, hogy megint vissza fog ezt talán jönni, és ilyen kisebb településeken pedig a tanácselnököt kérdezték meg arról, hogy milyen véleménye büntetésre váró személyről. Hát itt polgármesterünk azt találta mondani, hogy ez egy gyilkos hajlamú kötélrántó az ember, és ezért életfogytiglanén börtönt kapott szándékos emberről és kísérlete címén. Majd ezt nem tudom én milyen hosszú időre változtatták át, akkor mikor mi oda kerültünk, akkor már talán 8 éve ült, és találtunk egy jó ügyvédet, aki egy-két hónap alatt aztán kihozta és elejtették az egész szörnyű vádat, de hát ez alatt a gyerekek ott maradtak egyedül. És akkor azt találtuk ki közösen, hogy föl kéne azni a legidősebb lány, ott valahol, mert 17 éves volt akkor, neki munkát kéne találni, és az ő révén lehetne megigényelni a családi politikát, ez meg is történt. Na de hát hova
hozzuk föl Pestet. A világ legtermészetesen dolga volt az, hogy Otilia saját lakásában hozta el ezt a lányt. Egy gyönyörű szép lány volt, emlékszem, Demszki Gábor is részt vett a mi tanácsunkon, de ő nem annyira a problémára függesztette a tekintetét, mint erre a gyönyörű lányra, aki valóban nagyon szemrevaló volt, és el is vitt este táncolni. Szóval megadtuk a fogyat a dolognak, és ott volt hónapokig, ott lakott Otiliánál ez a lánya, még így valahogy a... De nem ő volt az egyetlen. És a lakás tele volt zsákokkal, adományokkal, így érte ő az életét ott a Komjádi úszodával szemben, ott lakott az édesanyja, aki egyébként mindig él, 97 éves, ő egy szigorú pedagógus volt, és egyetlen személy volt, akitől ott így tartott egy kicsit, de ez sem akadályozta meg őt abban, hogy ezekben a dolgokban részt vettek. Nem is tudom már mindent kérdezni, hogy valami is tudom. Szóval ott így egy csendesség. Én is elfelejtettem, úgy közben. Úgy emlékszem, hogy Otiliáéknál a bejárati ajtó nem volt megszállva. Be lehetett menni, jöttek, mentek, akkor volt utában, akkor nagyon hiányzik az Otilia, de úgy gondolom, hogy a szelleme az alatt is tovább kell vinni. Tudom, a világról kérdeztél, szóval Magyarországnak szerintem egy fél évezredes hatósága van legalább a romákkal szemben, és teljességgel elfogadhatatlan, hogy a romákról, mint szociális kérdésről kell beszélnünk, mert egyébként mint népcsoportról semmit nem kellene mondanunk, örülni kellene annak, hogy köztünk vannak és színesítik az életünket, de hát itt vannak, ki tudja milyen régen, közvetlenül a 13. század óta, fegyvertelenül jöttek Európába, és soha nem fogtak fegyvert a befogadó társadalommal szemben. Tessék megnézni, hogy mindenütt azt a vallást követik, amilyen a többségi társadalom, a Balkánon muzulmánok, itt ha haladunk kelet felől, ott görög katolikusok, reformátusok, és ha katolikus vidék van, akkor katolikusok, és ez alakul menet közben is tovább, és boldogan térnek be a szabad zsidónak is, vannak önök, akik ezzel is megpróbálkoznak, tehát nem akarnak ők szembe menni a többségi társadalommal. Nagyon tehetséges nép, nagyon vendégszerető emberek, nagyon nagy szívük van, nagyon béketűrőek, hát ez a szerencséje ennek a nyomorult gonosz országnak, amelyet én egyébként szeretek, de nem mondhatunk mást rá, mint hogy én valamatlan nagyon sok dologban, és hát nem szabad elfelejteni azt se, hogyha nem is olyan nagy számban, de Hitler szörnyűséges őrülete velük is ugyanazt szándékozott tenni, mint a zsidósággal. Egyes történészeik szerint 50 ezer romát húzoltak el a háborúval Magyarországról, más ezt kétségbe vonja és azt mondja, hogy ennél lényegesen kevesebbet, de több ezret, ez nyilvánvaló. Velük építették föl először az auschwitzi barakokat, és aztán elpusztították őket, hogy a helyükre például magyarországi zsidóság kerülhessen, és azt is kevesen tudják, hogy ők ott megpróbáltak föllázadni. Tehát amikor nyilvánvaló lett számukra, hogy mi történik, akkor a férfiak, hát amivel lehetett, megpróbáltak az őrséggel szembefordulni, nem volt semmi esélyük, de mégis minden tiszteletet megérdemelnek, és
Hát ha Budapestre gondolunk, azt mondhatjuk, hogy a lakótelepek az ő segítségükkel épültek fel, ez a vidéki vendégmunkás réteg, ez onnan került ki, de nekik földjük nem volt, egyéb jövedelemben nem bírtak ki, akkor is, bár nem volt olyan rossz a helyzet a közoktatás terén, mint ma, de hamar kerültek be abba a munkás rétegbe, ahol legfeljebb betanított munkát lehetett végezni, hát megszámlálhatatlan vasbetonszerelő, szigetelő, kőműves volt közöttük, akik miután oda lesz, nem tudtak munkát találni vidéken, ezért jöttek, ők bontották a régi városrészeket, és ők építették ezeket a lakótelepi házakat. Nagyon-nagyon keményen dolgoztak, és az, hogy a rendszerváltás környékén, ugye kiesvén a munkavilágából, ahogy összeomlott a keleti blokk, KGST megszűnés egyik dolgok, ez a réteg került először az utcára, és szorult vissza megint vidékre, ahol ugyanúgy nem volt földjük, ugyanúgy nem volt munkalehetőségük, ugyanúgy nem tudtak részesedni a rendszerváltás utáni földszerzésből, miatt éltek, megszűntek, még a mi áldásos vagy áldatlan tevékenységük, én ma azt gondolom, hogy ez súlyos hiba volt. Hiba volt szétvenni termelőszövetkezetet. Igen. De ők ebben sem kaptak semmi szerepet, munkahely nem volt itt Budapesten. És most is ez a helyzet, hát amikor valaki gonosz ostobasággal, demagógiával azt mondja, hogy miért nem dolgoznak, vagy olyan nincs, hogy a gyerekek élnek, vagy szülőknek gondoskodni kell róluk, akkor ezek az emberek nem tudják, hogy mit beszélnek, vagy ha tudják, még sokkal rosszabb a helyzet, mert azokon a településeken, ahol a cigányságnak több mint az 50%-a van, ott 50 kilométeres körzetben nincs munkahely, és ugyan a legszegényebbek között kisebbségben vannak, tehát ugye ha beszélünk 4 millió szegény emberről, és ennek az alján van 1 millió szegény ember, akkor is azt mondhatjuk, hogy a cigányság nincs többségben ebben a legalul lévő rétegben, de a saját arányaihoz képest, lakosságon, a népességen belül arányaihoz képest felülreprezentált mindenképpen, és hogyha ketten versenyeznek egy munkahelyért, egy szegény roma és egy szegény nem roma, akkor biztos, hogy nem a roma fogja azt a munkahelyet megtalálni. Ugye ma már nem lehet szabadon bókát szedni az erdőben, mert az is ki kell váltani az engedélyt, amit az erdő tulajdonosa vagy állami erdő esetén az üzemeltetőtől kell lehet kiváltani, különben engedély nélkül bűncselekmény. Ha valaki gombát gyűjt az erdőben, a fával hasonló a helyzet. Szóval olyan embertelenségben élnek, én látom azt, hogy imádkoznak azért, hogy jöjjön a tavasz, amikor meg kell már gyűjteni, és amikor mégis innen van a lecsíthető egy kis étel. Na most mi, amikor úgy határoztunk, hogy a közoktatásban például részt veszünk, akkor én nagyon határozottan azon az állásponton voltam, hogy egyébként az egyházaknak, így a miénknek is nem szabad a közoktatásba egyébként betolakodni, de azokon a pontokon, ahol nem áll a helyzet magaslatán az állam, és ahol a kérdés összetett is, nem egyszerűen tanításról van szó, hanem hát sok minden másra mondok, hogy egy-két dolgot erről, ott minden kapcsolatot mozgósítani kell ennek érdekében, és nem hittant tanítunk, nincs jobban jelen hitoktatással az egyház ezekben az iskolákban, mint akármelyik állami
iskolában, ahol szabadon választhatók tárgya hittan, de nagyon sok mindent át kell vállalnunk, amikre képtelen a család. Most ha azt mondom, hogy vannak gyerekek, sokan a mi iskoláinkban, és akik péntektől hétfőig nem esznek, hiába mondja Hegedűs Zsuzsa azt, hogy ilyen nincs, mert hozzáteszi ezt a szamárságot, hogy nem éheznek, mert akkor lopnak. Nem olyan egyszerű a lopás sem. Mint mondtam az előbb, én ilyen embernek eleve felmentést adok az Úr nevében, akkor ha hozzányúl az, amire le van zárva. Nem megoldás, persze, félig esetetréfára mondom, de ez az igazság, hogy nagyon sokan vannak olyan gyerekek, akik péntektől hétfőig nem esznek. Ezzel szoktuk kezdeni hétfőn a tanítást, hogy kötelezően etetni kell a gyerekeket a nyári szünetben. Igyekszünk megoldani, hogy aki be tud jutni, az kapjon enni való, tehát sokan vannak, akik például az abolikéni iskolákban az körülbelül 40 településről jön össze az a 600 gyerek, akik ott tanulnak, és nem mindenütt megoldott az, hogy a szűző alatt legyenek, és ezért szeptemberben mindig ilyen könnyű gyomorlottás probléma van, amiből kiderül, hogy egész nyáron nem nagyon ettek főtételt, pláne, arról nem is beszélek, amit még annak idején a szegényeket támogató alapon a SZETÁ-val mértünk. Nagy iskola volt az Ottiliával és a többiekkel, mert azt vizsgáltuk, hogy hányszor van főtétel, aztán az a főtétel milyen, hányszor van benne hús, és így tovább. Itt nagyon-nagyon egyszerű főtételek vannak, csak ott ezen a nyáron egy megrendítő élményemet ki akarok beszélni magamból ebben a körben, hogy van nekünk Borsodban egy egyházi üdülőnk, egy közel 300 éves épület, és oda is viszik ezeket a gyerekeket, és de van mindig egy hét, amikor én az egyházi alkalmazottakkal vagyok, és annak én vagyok a házigazdája. És én nem szoktam olyan sokat aludni, illetve bármilyen unalmas eseményen veszek, azonnal el tudok aludni, és nem hallottam éppen ezért, de az én predikációt kívánom, valaki elalszik, vagy akár most is, hogy szükségültem. De mindig arra gondolok, hogy Isten tiszteleten is, ha valaki elalszik, akkor még békélt is, és jól érzi magát. Na mindegy, és hát én általában akkor nem felszoktam kelni, reggel elmentem bevásárolni egy szomszédos településre, és megvettem minden paprikát, felvágott kenyeret, kellett bebékeni. És bejött egy szerencsétlen asszony, fiatal asszony, az ilyen nagyon sokat bántott, nélkülöző, 30-nál nem idősebb, ha én jósat voltam meg, de kivéltem belőle, 3-4 gyereke már biztos van, és megvett 1 kiló lisztet. És hát nem csak azért, mert sok évtizedet csinálom azt, amit csinálom, de meg tudom ítélni, hogy nem azért vett 1 kiló lisztet, mert otthon egyébként minden megvolt már, csak valahogy kifogytak a lisztből, hanem pontosan lehetett látni, hogy ennyi pénzt sikerült valahogy összeszedni, nem tudjuk hol, mire lesz pénz, lesz-e egyáltalán. Ennyi van, hogy abból meg tudjunk venni 1 kiló lisztet, és kitaláljuk belőle valami egyszerű zsűz, csiriszt, mert nem tudok mást mondani. Bodamnak is hívják, egy kis szódabikarbonával, szoktak ilyen lapos kenyeret, egyébként nem rossz az íze, pokainak mondják cigányul, tehát egy olyan lapos kenyérfélét csinálnak belőle, és hát ha van, esetleg akad egy kis zsír vagy olaj,
azzal meglocsolják, hogy megsózzák, és üresen azt fogyasztják. És ez az, ami miatt annyi, de annyi hátránnyal küzdenek az iskolás gyerekek is. Nálam biztos jobban tudják a szakemberek, amik jelen vannak közöttünk, hogy a legeldugottabb helyen lévő cigánytelepen is pontosan ugyanannyi tehetséges gyerek születik, mint mondjuk a rózsatokból. Tehát a tehetség az nem réteg specifikus, csak hát már az anyagokban el kezdhetett lemaradni. Most itt az egyik nagy visszahúzó erő éppen a táplálkozásnak a hiánya, a másik a fázás. Hát ezek a gyerekek kisebbek lesznek, betegesebbek lesznek. Mindenek előtt sokkal hamarabb meghalnak, mint a társadalom átlag, legalább 10 évvel hamarabb halnak a szegénységben felnövők. Szokták riogatni, idézőjelbe teszem a társadalmat azzal, hogy elcigányosodunk, és hát ha megnézzük, az iskoláskorúaknál többségben vannak, nagyon sok helyen a cigány gyerekek, de 30 éves kor körül ez a többsége volt. És az 50 éves kort sokan, nagyon sokan nem érik meg közülük. Na most nem versenyképes az a gyerek, aki hiányos öltözetben, éhesen, sok fázással, összezárt közösségben él. De megtanultam annak idején a 70-es években ilyesmikre figyelni, hogy az ember elment meglátogatni egy családot, akkor azt néztem, hogy hányan laknak a házban, mindenkinek van-e például széke, vagy mindenkinek van-e saját ágya. Nem. Tehát volt olyan, ahol volt 6-7 gyerek, 2 szülő, és volt egy dupla ágy, ebben aludt mindenki. És tessék elképzelni azt, hogy hogyan készül fel, pihenni ki magát egy gyerek, előttem van, az meg méhtereknek hívják azt a települést, szomszéd települések Kacsály és Rozsály, Kacsály, Rozsály, méhterek, így jönnek egymás után, ez is a beregülésen van, hogy méhtereki családnál van, ahol egyszer ezen tűnődtem éppen, ha ennek már volt 40 éve, hogy egy asztal van a házban, azon bontják a csirkét, ha van valamint, azon penekázzák a kisebb gyerekeket, és ezen az asztalon kellene az én kis pali barátomnak úgy megírni a házi feladatát, hogy ne legyen zsíros patás a füzetre. És nekem ezek a találkozások, vagy probléma közeli állapotok azért voltak fontosak, hogy értsem, és megpróbáljam elmondani most mondjuk önöknek, de másút is azt, hogy amikor ítéletet alkotunk, amikor azt mondjuk, hogy miért nem versenyez többiekkel, miért nem segít önmagán, akkor lehetetlen kívánok tőlük, mert nincs ugyanolyan helyzetben egy futóversenyen, a salakpályán egy olyan versenyző, aki szöges cipőben fut, és egy olyan, aki ezt meditálképtelen megtenni, vagy egy rossz tornacipőben, és körülbelül ez a helyzet, hogy olyan hátrányokat kellene leküzdeni, amelyeket maguk erejéből képtelenek leküzdeni. Ez jön hozzá az, hogy nem is látják az értelmét a tanulásnak, és akkor legyünk ennek a feldolgozásában is ígalmasak és megértők. Én nem azt mondom, hogy törődjünk bele abba, hogy nem tanulnak, vagy nem szeretnek szakmát, de nagyon, nagyon sokszor látom, hogy akkor újra kezdem ezt a mondatot, ott a Dankó utcában, ahol a központunk van, azóta lebontották azt a házat, ahol sok gyerek dobálta, köpködte egyébként a járunk előket, egy rá ballaktam kis
fiatal prostituáltak voltak, aztán ilyen harci kutyák, köztük a gyerekek, és próbáltam velük megbeszélni azt, hogy nem kellene bántani a például a hajléktalanokat is, és ott eltűnődtem, nem találtam felnőtt, és eltűnődtem afelett, hogy mit mondhatnék én nekik, hogy miért menjenek az iskolába, és fiam, ha iskolába jársz, orvos lehetsz, vagy akár csak egy buszsofőr, vagy bármi ilyen, és éreztem ott, hogy hazudnék, ha elkezdeném nekik magyarázni, hogy a tanulás egyébként őket ki tudja ebből a helyzetből emelni. Az én egyik nagyszerű fiam, aki már maga is apuka azóta, és zenetanár és zeneművész, hangszerel, amikor iskolába vittük őt, egy hét után azt mondta nekem nagyon őszintén és kedvesen, hogy apa, most már sokat voltunk az iskolában, most már ne menjünk többet, nagyon nem szerette, és végig kivoltunk vele, és hogy leérettségizett, és tovább tanult, annak az eredménye is, hogy mi ezt nem hagytuk annyiba. Na most ez a fajta támasz nincs ott, hiszen felnőnek gyerekek, úgyhogy már a nagyobbjuk sem volt soha, nagyobbjuknak sem volt soha munkahelyük. És nem azért, mert nem akarnak dolgozni, emlékszem a Tatár-Szentgyörgyi gyilkosság éjszakájának egy nagy tűz mellett beszélgettünk, a ladával lent voltunk, és egy nagy keserű alkalmi tömeg jött ott össze megbeszélni ezt, hogy hogyan történhetett ez a borzalom, ugye ott volt, az apa ölében lőtték agyon a kisfiút, és vele együtt aztán az apát is megpróbálták szélső jobbról ezt a zsidóságra tolni, kiírták, a tábor volt a falu elején, hogy Mossad Szent György, mert hogy szerintük a Mossad csinált ezt az egész dolgot. Mindegy, és ott a tűz körül beszélgettünk, volt például olyan, aki dühötten mondta, hogy most ha ő elmenne itt, nem egészen egy kilométerre alszik az orvos, aki megállapította, hogy füst mérgezésben halt meg a gyerek, tele volt tojöltötte sebekkel, mert mentősök is ugyanígy jártak el, sőt a rendőrök is, tehát majdnem egy napig nem voltak hajlandók ezt gyilkosságnak és terrortámadásnak tekinteni, és azt mondta, hogy és mi történik akkor, ha én oda megyek, és most ezen az orvosi számot kérem, és a többiek, mint akiknek az eszét vették, üvöltötték meg, hogy hogy mondhatsz ilyet, hát mi hogy lennénk képesek ilyen csinálni, és aztán a tűz körül az is előkerült, többen elmondták fiatal férfiak, hogy rettenetesen megalázó, akkor még volt egy kis segély. Aztán az is ugye elolvadt, mert még munkaalapú társadalomban élünk, aki nem dolgozik, ne is egyéb alapon. De ott elmondták, hogy szörnyű rossz érzés ez, hogy nem tudnak megdolgozni azért, amire szükségük van. És én itt teljes jó szívvel kijelentettem, hogy nincs 10% a szegények között, és beleszem ide a hajléktalanokat is, aki ha választhatna, ha lenne lehetősége rá, akkor ne dolgozna inkább, és ne fizetné ki azt, amit elfogyaszt, és egyáltalán nem vágyik arra, hogy kegyelem kenyérön érjen. Tehát nekünk muszáj megértenünk a szegény sorban lévőket, és mondom, mi az iskolát is így gondoltuk el, én nem mondom azt, hogy nagyon jó eredményeket értünk el, és azt is hozzáteszem, hogy a pedagógusainkkal egy kicsivel több baj van, mint a gyerekekkel. Hogy nagyon fontos számukra, hogy megmaradjon a munkahelyük, de közülük is többen a gyerekeiket, és inkább más iskolába viszik, és ez nekem mindig nagyon fáj. És mindig úgy érzem, hogy ebben a kettéhasadt állapotban, ami azért nem volt 30-41 évvel ezelőtt így, amikor a jelenlegi polgármester
nem csak ez a fiú, meg az édesapja haltok, meg azóta meghalt az apának az apja is, mert hogy összeszólalkozott ő is a polgármesterrel, akivel egy osztályba járt általános iskolában, egeződtek, és úgy érezte, hogy ebből adódóan ő nehezményezhet bizonyos döntéseket, és bizalmasan a vállára tette a kezét, mert hát hagyna egy focisztnak egy osztályba jártak, és a hatóság elleni erőszak címén őt hitelen másfél év börtönbe ítélték. Tényleg így van, én nem tagadnék neki, ha megütötte volna a polgármester, és hát amit belehalt ez az ember, az, hogy az ő fia és unokája ügyében semmi nem ment előre akkor még, aztán még meg se kezdődött a per, és évek óta húzódott, és ő pedig ezért nem akarta bántani a polgármestert, másfél év börtönre ítélték. Szóval nekünk látnunk kell azt a felelősséget, amit viselnünk kell azokkal szemben, akik nem tudják az érdekeiket érvényesíteni. Ugye halljuk azt, hogy 20-22 ezer forintból, akár csak 40 ezerből is egyesek szerint, egyes gazdaságok szerint meg lehet élni, és emberek tényleg ennél nem többen kénytelenek élni, vesznek esetleg egy kiló lisztet, a gyerekek éheznek, a gyerekek reménytelenek látják a jövőjüket, a gyerekek azt látják, hogy mások rendesen öltözködnek, és hát hogy az ördög azt csúgja nekik, hogy akkor megy el, ami a másé, mert igazságtalanok veled szemben, azt én sem szeretem, de ugyanakkor valahol a lelkem mélyén azt még kevésbé szeretem, hogy az erősek és a társadalom itt vannak, és nem ad teret, nem ad lehetőséget, nem engedi meg, hogy ezeknek a fiataloknak is az egy kicsi szomorú életük valamilyen remény közeli helyzetben terüljék el. Kicsit oda viszik, ami van nekik. Szóval
bízunk azért, hát így is, úgy is bajban van ez az ország, muszáj bízni, nincs volt szerep. Ma délután a Békásmegyeri piacon éppen egy olyan asztal mellett mentem el, amin aláírásokat gyűjtenek, az volt kiírva az asztal fölé, hogy mentsük meg Magyarországot. Védjük meg! Védjük meg Magyarországot! És hát ott megpróbáltak ilyen tragikus kétségbeesett pofával engem megállítani, hogy aláírtam-e már, mert nem írtam alá, és nem óvajtam aláírni, mert Magyarország nem szorul ilyenfajta védelemre. Más szempontból nem fejtettem ki, hogy bizony meg kellene védeni Magyarországot azoktól, akik belekormányozzák, újra és újra zavaros és ostoba helyzetekbe. De mindenki tudta az első pillanattól kezdve, hogy a menekültek nem akarnak Magyarországra jönni. Tehát azzal riogatni itt a lakosságot, hogy elveszik a munkánkat bénával, az ember a falat kaparja idegességében, hogy lehet ennyire gonosz cinikus. Ugye egy állásra szívesen engedtünk volna neki, ez a miniszterelnök. Bárki elvehette volna, szívesen vettük volna, tehát nem akartak ezek az emberek megállni. És megint azt mondom, hogy az igazság szeretete, vagy használjuk a jóság szót, amit Imre használt. A jóság az nem egy ilyen kicsit nehezen viselhető jelző az ember életében, hanem az én megítélésem szerint a jóság az inkább korrektség. Tehát az adott pillanatban annyit segítünk, amennyire az illetőnek szüksége van, és van, hogy a jóság és a szeretet azt kívánja, hogy hagyjuk őt békén. Tehát ne csináljunk vele semmit, csak vigyázzunk arra, hogy ő megtehesse azt, amire neki mindenképpen szüksége van. Sok tapintat van, mondjuk így, abban a jóságban, amiről Imre is beszél. De bölcsesség is. Mert ha valaki leült és végig gondolta például azt, hogy miért nem jó nekik ott maradni Szíria közelében, akkor nagyon egyszerű a válasz, hogy nagyon sokat közülük már 4 éve, vagy több mint 4 éve várnak Törökországban egy menekült táborban. Az a gyerek, aki az érkezés pillanatában született, lassan iskolás lesz. Ugye most kezdi bombázni Oroszország Szíriát, a lakóházak 40%-át a háború elemésztette. Ha most vége lenne mindennek és gőzerővel elkezdenék helyreállítani az országot, az legalább 10 év lenne. Érvetlen sok pénz, fáradtság és egyéb az aknátlanítás, robok eltakarítása és újjáépítés. Tehát ha valaki úgy érezte, itt vagyok 4 éve, most jönnek az oroszok bombázni, és ugye valamiért véletlenül először mindig az asszály kontrollállomzékét kezdték bombázni, én nem mondom, hogy mindvégig ez lesz, most egy kicsit módosul a dolog, de nem lepett meg, hogy az ellenzéket kezdték először bombázni, és ezek az emberek úgy érezték, hogy el kell onnan mozdulni. És nagyon sokszor hallottam, hogy meg ez volt a hivatalos álláspont, hogy aki egy védett országból jön, az már nem lehet menekült, az már csak gazdasági menekült lehet, mert az nem azért mozdul el, mert ő fenyegetve van, hanem mert jobb életet szeretne. Most normális ember ezt végig gondolja, és azt mondja, hogy hova menj. Maradhat Törökországba, ahol az ez ugye lényegesen csökkentette a menekültek ellátására adott pénzt. A törökök se örülnek ennek a helyzetnek. Több mint 2 millió ember volt, még most is van talán Törökországban. Mindig is úgy van egyébként, hogy a menekültek zöme az a környező szegény és hasonlóan kiszolgáltatott országokban szokott lenni. Tehát az a
eltették a súlyosan szégyelni való dolog, mert a többség nem itt van, ráadásul szegények maradnak mindig helyben, akik hát nem tudnak még egy ilyen útra se vállalkozni. Tehát ha onnan valaki elindult, az azért indult el, mert nem tud hazamenni. Törökországban tengődni tud, megfejelni, nélkülözni tud. Nincs megoldva a tanulás és egyéb dolgok. Hip-hop vége lesz az életének. Az élet nem olyan hosszú, és ugye az a gyerek, aki nem tud normálisan iskolába járni, ahol nem lesz semmi a végén. És az a döntés, hogy elindulnak és addig mennek, amíg olyan országok, társadalmat nem találnak, amely hajlandó befogadni őket, ez nem azonos, hogy valamit megint csak azon módon itt hangoztatott az első számú vezetőnk, hogy Angela Merkel meghívót küldött. Nem küldött, aki követte az eseményeket, az világosan látta, hogy Angela Merkel mondjuk is, hogy nagyon azt hitte, hogy akik kapu szerepét töltik be, azok legalább együtt működnek. Felkínálta Németország, hogy együtt vizsgálják meg a bevándorlók rónyiakarokat. Mi erre nem voltunk hajlandók, mert ez micsoda dolog, mi majd elintézzük egyedül. És hát én pontosan tudom, mert ott voltam nem egyszer hegyes hatóknál is, hogy ugye a WC-t sem azért, a WC-t sem azért nem lehetett felállítani, hogy minél hamarabb menjenek Ausztriába, de bizony a vonattal való átszállítás, az, hogy a határnál a rendőrök, a kísérő rendőrök hálásan fogadták, sőt bátorítottak minket, hogy a mikrobuszainkkal a gyengépeket, vagy ez még 4 kilométer körülbelül a vasútállomástól a határ, segítsünk oda, hogy minél hamarabb átmenjenek itt az országban. Nem arról van szó, hogy mi a schengeni határ védelmében mindent megtettük, miközben a stupid Európa pedig csalogatja a menekülteket. Mi majd most megvédjük szegény Európát, mert én ma hallottam azt, hogy bizony, aki támogatja a menekült áradatot, az veszedelmet szabadít Európára, mert köztük ott jönnek a potenciális majdani elkövetők, mert lehet, hogy most az illető csecsemő még, de ami látjuk vezérünk, már látja benne a rendő terroristát. Most én azt gondolom, hogy ez olyan barbár hozzáállás, olyan embertelen, annyira nem európai. Ne beszéljünk a vallási jelzőkről, nem keresztény, semmilyen. Ez még a barbárokat sem akarom megbántani azzal a jelzéssel, amit gondolok arról az embertelenségről, hazugságról, a hangulatkeltésről, a gyűlöletkeltésről. Miben élünk mi most már évek óta? Hogyha valaki ezt itt végig gondolja, most a menekültek voltak azok, akiket gyakorlatoztunk, de közben voltak már a nyugdíjasok, volt a sajtó, a bankok, ugye egy-két személy fölbukkanik, most legutóbb Soros György, ki kacsapban el kicsit burkoltam zsidózni. Aztán, most nem is tudom hirtelen felsorolni, de annyi voltak az biznisz, úgynevezett biznisz egyházak is, és megfoghatatlan számomra, hogy a társadalom hogy nem ébredt fel, hogy az emberek hogy nem kapnak a szívükhöz, hát azért van, mert nem látják tulajdonképpen közelről a problémát. A Zárkányban, ahol beléptek Horvátországból, a falu, a község az égi világon semmit nem vett ebből észre. Tehát úgy érte az életét a község, nekem mondjuk 70 évvel ezelőtt a történetek jutottak eszembe, amikor helyben lakosok egyes helyeket azt állították, hogy ők nem tudták, hogy a szöges dolog túloldalán mi zajlik. Nem méltó persze a helyzet még ebben a nyugodtságában sem összehasonlítsuk azzal, de mégis azt mondom, hogy semmit nem vettek észre. Ha direkt nem zúdítják Budapestre a menekülteket, mert ennek semmi külön értelme nem volt azon túl, hogy
hogy most egy kicsit hergeljük ezzel a pestieket, akkor nem lehetett volna semmit észrevenni abból, hogy Magyarországon átmentek a menekültek, akikben én apákat és anyákat, gyerekeket láttam, akik végsőkig el voltak fáradva, voltak itt tolókocsiban toltak, ott volt a Horvátországban tovarnyékban, amikor itt érkezett egy nagyobb gyalogos társaság, volt köztük egy ember, akinek kiáltott az egyik lába és mankul ugrál, és vittünk segélyszállítmányt, de nem volt sok vízünk. És nem olyan gyakran éltem át ezt, hogy emberek, hogy akkor az még nyár végén nem jó 30-40 fok közötti hőmérsékleten volt szakadt az mindenkiről, hogy emberek könyörögnek azért, hogy adjunk tüzet. És hogy mindent odaadtunk és nem tudunk eleget adni. És azok, akik úgy gondolják, hogy ez egy egyszerűen megoldható dolog, majd amiben érünk fütyent egyet, és megoldódik, és mi pedig kellően ugrunk, mint az elvadított kutya erre a fütyentésre, és ugatjuk a menekülteket, azok nem találkoztak azzal, amivel egyébként sok lelkű rendőr is találkozott. Itt ezt is el kell mondani, hogy láttam olyat, amikor a rendőr levette a zuponyát és a gyereket abba tekerte bele, és nem gondolkodott azon, hogy ne valami betegséget kapott, ilyenekkel jogatnak bennünket, fertőzést kapott. Láttam olyan rendőrt, aki vitte halmozódni alig tudó menekültet a karjaiban. Köztük is voltak emberek, és azt is el kell mondani, hogy az ő ellátásunk sem volt megoldva. Tehát sok helyen mi magunk is adtunk, és a többség elfogadta az ő részükről is az ennivalót. Nem volt ez sem megoldva. És ugyanakkor pedig hát élünk egy olyan világban, amiben mégis, mintha az emberek túlnyomó többsége megoldásnak látná azt, amit itt egy megbomlott ember diktál, a körülötte lévőknek ugyanolyan a felelősségük, akik nem szembesítik őt a gazdetteivel, nem tudok már mást mondani, nem tudok tulában fogalmazni, és nem tudok tisztelni, mert azt látom, hogy amit tesz, az ő saját őt őrző klientúrájának az őrzése, tehát egy védés dadszövetség egy bizonyos körrel, van, akit súlyosabban érint, van, akit talán kicsit kevésbé, és aki kicsit kevésbé, az jobban megalkozik ezzel a helyzettel, de mindannyiunk tragédiája, hogy rendszerváltás után 400-ad ez megtörténhet, és ezekben a szélsőségesen nehéz pillanatokban, amilyen például a menekült kérdés volt, sem tudunk igazán felébredni. Most az Imrének teljesen igaza van ebben, hogy ugyanakkor pedig mélyen megindító volt az, ahogy egyszerű emberek, csak a drága fruzsina főzött, de láttam nem egy olyan egyszerű magánszemélyt kijönni, húzni kis kocsit néhány adag ételrel, és elosztani, láttam szülőket kisgyerekkel kijönni, és nagyon-nagyon-nagyon jó érzésekkel tekintettem arra, hogy elhozták a gyereket, akinek most kell megtanulni azt, hogyha valaki bajban van, akkor annak segítünk, és a gyerek elhozta a kis játékát, és odaadta egy gyereknek, hogy Hegyesalomban találkoztam azokkal a szlovák orvosokkal, akik Pozsonyból átjöttek egy furgonnal, gyógyszerrel, kötszerrel, és ott segítettek a menekülteknek itt is Magyarországon, és aztán ahogy tovább vonult a probléma, ilyen kis nemzetközi brigádok szerveződtek, volt mentek angol, cseh, szlovák, szerb, amerikai,
osztrák, magyar is említve akadt, azért egy-kettő, nagyon sok, de való igaz, hogy igen, volt olyan, aki oda tellett a futés, és nagyon-nagyon-nagyon áldozatos munkát végeztek, és itt Magyarországon is, hát nem tudom, emlékszik, amikor először törtek ki a keletitől, és elindultak Bécs felé, akkor éjszaka én magam is kint voltam, hogy teherautóval, és a környékről rengeteg ember jött, annyi mindent hordtak össze, hogy azt nem is tudták oda megküldtek hasznosítani. És meghatott még ez a fejetlenség is engem. Persze jobban örült volna az ember, ezt valaki koordinálja, de nem volt bizalom a Vöröskereszttel szemben, a Máltaiakkal szemben, az Ökumenikus Segélyszervezettel szemben, és ez teljesen érthető. Egyrészt ezek hosszan hezitáltak, nem tudták eldönteni, hogy merjenek-e a kormány bátorítása nélkül a dolgokban részt venni, és a dolognak a nehezét az önként szerveződő csoportok vitték, a migrációjét, vagy a mit szól, vagy más ilyen frissen alakult, spontán alakult szervezetek, és mondom, volt egy kis fejetlenség, de volt még ennek is volt vája, hogy egymás sarkát kaposra próbáltak segíteni, én azért inkább szemlélnék egy ilyen fejetlenséget, mint azt, amit a védelgetett és anyagilag támogatott szervezeteknél láttam, mindegyik egyenruhában, jó sátorral álltak nyolcan, mondjuk egy pultnál, és mindenki gyűjtött egy-egy műanyag pohár vizet, vagy teát, miközben a többiek főztek, gyógyítottak, cipeltek. Tehát nagyon erős különbség látszott itt. Vöröskereszt most szerintem rosszul vizsgázott. Nyilván úgy van, hogy ott is vannak köztük jók és rosszak, de találkoztam olyan NAV alkalmazottal is, nem mondom meg melyik helyen, aki befejezte a munkáját 4 órakor, és utána kijött, és egész éjjel ott állt, fogadta a menekülteket egy-egy vagomba, körülbelül egy-egy ilyen szereltünkbe, körülbelül 3000 ember, 2-3000 ember fért el, és végigvonultak ott ezeken a pontokon, ahol bejöttek, több is volt, nem csak egyes autó és zárkány, és voltak olyanok, amik a munkahelyről, a családtól eljöttek, egész éjjel ott álltak, és nagy-nagy tisztelet illesse őket. Én a december 10-én egyébként szeretnénk egy ilyen hírnapot tartani a Dankó utca 11 szám alatt, ahová meghívnánk az önkénteseket, meg azokat, akik nem tudtak kijönni, nem tudtak takarót hozni, de küldtek mondjuk pénzt. Mi körülbelül egy olyan 14 millió forintnyi adományt kaptunk, ennek legalább a 3-szorosát elköltöttük, de hála Istennek el tudtuk költeni. Éppen volt, miből a kártérítésből, amit Strasbourgban nyertünk, erre is mindenképpen állásképpen adni akartunk, és ez nagyon jó most. De nagyon felemelő volt az is, ha valaki 1000 forintot hozott be, és volt valaki 1 millió forintot gyűjtött és hozott, és kisebb nagyobb tárgyakat. Érezni azt, amit Imre mond, az csodálatos dolog volt, ennek így kellene lenni. És ez lenne általános, ha de most megint uraknám a mondat, és aztán tovább nem tartom magamnak a szót, hogy az ember befolyásolható lény, nem tudnánk tanulni különben. A Biblia azt mondja, hogy a jó erkölcsöt is megrontják a rossz társaságok. Tehát ha valaki állandóan egy olyan közösségben van, ahol a hazugságokat hallja, ahol ijesztgetik egymást az emberek, akkor óhatatlanul erre ráhangolódik. Most ha olyan valaki vezetné az országot, aki ilyenkor azt mondja, hogy emberek, gyertek, mert én is megyek, és emberek
huszonötünkbe, hogy amikor mi bajba voltunk, akkor minket is segítettek. Ezek szegény emberek. És fogjuk össze Európával. Tehát ha nem akarnánk eljátszani azt, hogy azért jön fel keleten a nap, mert mi szeméttom tetejére, a kakas mellé odaállunk, és elkukorítjuk magunkat, és azt mondjuk, hogy kelj fel nap. Mert bekövetkezne tényleg, benne van a naptárakon is, hogy hány órakor kell nekünk kimenni a szeméttom tetejére, és 100%-ig bizonyos sorakkor fel fog jönni a nap, de valamiért nem azért jönni fel, mert mi elkújjantottuk magunkat, és hogyha ha azt tapasztalná az ember, hogy valaki emberként, egyszerűen csak tisztességes emberként, politikai haszonszerzés célja nélkül emberségeknek, milyen csodát lehetne ebből az országból is csinálni, ha a jóra bátorítanák az embereket, és nem az önzésre, harácsolásra, gátlástalanságra, hanem a megértésre és a segítésre. Magyar emberek épp úgy alkalmasak lennének, mint mondjuk a németek vagy a franciák, akiket most illik gúnyolni, és azt mondja, hogy talán megmondtuk. Nem, én azt mondom, hogy annak, ha valaki egy jó mellé, az igazság mellé, az államnak mindig komoly kockázata van. De az etikus ember ezt tudja és vállalja. Nem azért merünk kiállni mondjuk egy szobor mellé, és vitatkozni a rendőrökkel, mert úgy érezzük, hogy úgysem fognak minket bántani, vagy nem fognak bíróság elé citálni. Most Imre Fruzina és mások, akár vagy Andrea, tehát nem azért álltatok ki, mert megoldatok róla győződve, hogy úgysem lesz semmi kellemetlen következménye, hanem mert az ügy annál lényegesen fontosabb volt, és az élet rövid, ritkán adódik benne olyan alkalom, hogy az ember mondjuk így, hogy kismértékben is, de ilyen isteni magasságokba emelkedjen, hogy nem a gyávaság, az önzése és a számítása uralkodik el rajta, hanem képes hajlandó egy tiszta ügyet szolgálni, és ez hálásnak kell lenni az ilyen pillanatokért. És mondom, azzal találkoztunk itt eközben, hogy sok ember erre ráérzett, és milyen csodát lehetne végezményelben kapnának az emberek bátorítását. Reméljük, hogy egyszer még eljön ez az idő, de addig is mindenkinek az egyszerű részvétele is mindenkit bátorít. Hogy mondjam, nekem hatalmas bátorítás volt a szlovák orvosokat látni a vegyes halmi határnál, akik jöttek, dolgoztak, vagy csodálatos bátorítás volt azoknak a fiataloknak a látványa, akik napokra leköltöztek, és aludtak egy teherautó platóján, egy rossz hálózsákban, és közben szolgálták esőben, hidegben is a menekülőket, vagy azok a kedves idősebb korobédiek, akik jöttek és kérték, hogy valamit hadd tegyenek, ők is legalább ruhát válogassanak, vagy kenyeret kenjenek. Boldogok voltak többen, hogy egy ilyen hullámnál 2-3 ezer embernek megkenni egy szendvicset. Nem kis feladat volt, több ezer kenyeret felszeletelni, megkenni, paprikát beletenni, és vigyázni arra, hogy ne kapjon olyan ételt, ami hát ellenkezne a vallási szokásaival, vagy kiosztani a teját, vagy bármi kicsit segíteni ebben, kiváltságnak tekintették emberek, és ott tényleg remélem, hogy is. Igen, de most várunk arra, hogy Magyarországon is legyen akár a Merkelnek a padlantja, hiszen egy pár családkoztam, hogy miniszterelnökünkkel. Én ezek csak vágyak, én úgy gondolom, hogy igenis
kell lenni az országunkban, a társadalomban annyi erőnek, hogy a legjobb emberek kerüljenek megfelelő helyre. De ennél többet nem akarok politizálni. Nem, nagyon szeretek politizálni. Meg el is eleztem a hangomat időként. És végül engedj meg egy vicces kérdést, hogy a Ferenc pápa jelentkezte a ti közösségetekbe, hogy részt szerette benne venni, befogadnátok-e? Természetesen. Azt hiszem, hogy Pápai Gábornak volt egy ilyen kis vicce azzal, amikor az egyházi törvény csülése, csavarása közben igazolni kellett 10 000 tagot, és aztán két hét alatt 18 000 adatták magukat a mi egyházunkhoz tartozóknak, és ezért örök lekötelezettje vagyok ezeknek az embereknek, nem vagyok rá méltó, és nem vagyok rá, hogy ő hozzájuk tartozhat, nem, hogy ők tartozhat. Én hozzánk, és akkor, ha jól emlékszem, Pápai Gábor rajzott egy ilyen képet, amiben talán Lázár Jánossal közli a Ferenc pápa, hogy egyébként ő is szeretne csatlakozni. Világot képvisel, amit mondjuk így Teréz anya is képviselt, és olyan emberek, akikkel és azt gondolom, hogy ez a fontosabb, hogy nem egy vallási platforma, hanem ebben a szép, sokszínű világban egy emelkedettebb ponton jó találkozni és együtt tartozni. Egyébként Várszegi Asztrik is szépen, nem is annyira csendesen fogta magát, és nem feltétlenül azért, mert a pápa bátorította a papjait, hogy a plébániákra fogadjanak be egy-egy családot, de ő azonnal összehívta a vezetőséget, a Pannonhalmán, megszervezték gyorsan, és kimentek a legközelebbi helyekre, és ők tényleg fogadtak be átmenetileg menekülteket is, nem csinált ebből titkot sem az apát, és azt is elmondta, hogy ez egy komoly hagyománya van ott Pannonhalmán, meg ő ezt így tartja normálisnak. Most én is azt gondolom, hogy ezek a kérdések, amikről itt elkezdtünk beszélgetni, normális emberi kérdések. Sajnos vannak olyan történelmi pillanatok, amikor az embernek kicsit többet kell vállalni ezen a területen, de ebben semmi rendkívüli nincs. Az a megtiszteltetés, hogy részt lehet benne venni. Az új szövetséget is ismerünk, forgatók találják magukat szembe azzal, hogy Jézus, aki egyébként nem volt keresztény, mert ilyen furcsán megnek is. Hát ő utazott, és így élt, és így halt meg, de mindegy. Ő azt mondta azoknak, akik rajongtak érte, hogy ha a leggyengébbekkel megteszitek ezeket az egyszerű dolgokat, hogy a szomjasnak inni adtok, az éhezőnek enni adtok, hosszú törvények egyébként erről is szólnak, nagyon határozottan, sőt még arról is, hogy ha a te ellenséget szolgozik, adj innia. Tehát nem nézhetjük az ellenségnek a nélkülözését sem, és Jézus azt mondja, hogy akkor velem tettétek meg. Ha velük nem vagytok hajlandók megtenni, akkor nem ismerlek benneteket. És én is azt gondolom, hogy ez a normális magatartás, hogy tessék azonosulni a másoknak a palaszával, nem kell mindent fölvállalni. Mondjuk ez a szlovák orvoscsoport nem kezdett operálni, és nem mondta azt, hogy például nyugszemet szívesen eltávolítanak, hogy van-e valaki olyan, aki hogy gyerekkorától hordoz valamilyen problémát, itt a nagy alkalom szóljon, és akkor mi majd megműtjük a hatásszéklet, hanem ki az, akinek feltörte a lábát a cipő,
elvesztette a cipőt, mezitláb jöttek sokan, menet közben már elvonató cipő, kinek meg nyílt sebe, és ezeket bekötözzük, aztán mennek tovább. Hát nem kell nagy dolgokra gondolni, annyit kell segíteni, amennyi segítséget az adott személy kér és elfogad. Hát soha nem szabad túlnyizsögni a dolgot, mert az már nem őróla szól, hanem róla. És tessék megnézni, hogy az egyik ilyen tanulságos bibliai történet, hogy az Isten táplálta a vándorló népet a pusztában mannával. Ma se tudjuk, a manna az azt jelenti magyarul, hogy mi ez. De azt se tudták, hogy mi ez, azt tették 40 évig. De amikor átlépték az ígéret földjének a határát, akkor megszűnt a manna. És ebből az a fontos tanulság nekünk, hogy ha valaki tud önmagáról gondoskodni, akkor nem szabad kivenni a kezéből a munkát, és helyette őt dédelgetni, gyáborítani, felnőttnek kell tekinteni, ugyanúgy, ahogy a gyerekeinket is, és abba kell bátorítani, hogy álljon meg a lábát. Most itt ebben a menekült ügyben, vagy akár a vedéktalanoknál, vagy szegény romákról beszélgettünk, itt is helyzetbe kell őket hozni. Meg kell teremteni ennek a lehetőségét, hogy tudjanak önmagukról gondoskodni. És hogyha ez megtörtént, akkor el kell engedni a kezüket. Akár annak árán is, hogy megint valahogy kisotródnak a rendszerben, inkább kezdjük előről a dolgot. De annyit adjuk neki, ami nem szünteti meg a felelősségét önmagával és a rábízottakkal kapcsolatban, és rögtön vonuljuk vissza, amint ő meg tudja oldani a problémáját. Tehát nem rendkívüli dolgokban kell gondolkodnunk. Itt néha azt képzeljük, hogy nekünk kellene odarohanni Szíriába és elkengedni az iszlám államot. Nem kell nekünk odarohannunk Magyarországnak. Egyáltalán nem emberfeletti munkát kellett volna végezni, és most sem, amikor mondjuk a kvótarendszerről beszélnek, akkor sem abban kéne gondolkozni, hogy emberfeletti terhet kellene vinnünk, mert kevesen tudják, hogy meglehetősen sok ember él itt, akik megvették az állampolgárságot. Na most, ha pénzért meg lehet venni, vajon aki pénzzel állampolgárságot vesz, azok között nem lehet esetleg egy terrorista is. Mi tudjuk, hogy a terroristák viszont jól fizetettek. És tehát nem kell azt gondoljuk, hogy aki pénzzel veszi meg, azok az ezerek, akik, ez igen jó biznisz volt, ha jól tudom, Rogánnak talált ennek az akciónak az élén. Már egy nagyon kifizetődő vállalkozás volt, ezek az emberek sem Magyarországon születtek, nem a drága magyar anyaföldön vétettek, hanem máshonnan jöttek, és ráadásul nagyon is gazdasági bevándorlók, miközben a többiek tényleg az életünknek nem. Úgyhogy mindenkit hadd bátorítsak, hogy amikor találkozik egy problémával, akkor soha ne azt a kérdést tegye fel, hogy és az állam mit szól mindenhez, hanem hogy mit diktál a mi belső emberséges jó érzésünk és érzékünk, és ne figyeljünk megtenni, túlvihegni a dolgot, nem kell benne drámai módon szenvedeknünk, hanem egyszerűen, tehát aki szomjas, ilyen egyszerű ez, akiről látom, hogy fázik, és van birtokon, van egy fölösleges ruhadarab, egyszerűen oda kell adni, és nem hőstettet visz végül az ember, hanem normális emberi cselekedet. És akkor most jön az, amikor kérdezhetek Gábortól is, és az Imrétől is, én nekem két kérdésem lenne önző módon megelőzni bárkit. Ezt a révész Sanyit is látom, hogy Marsovszky Magdi folyamatosan mondja, hogy a magyar társadalom 80%-a rasszista.
mi erre azt szoktuk többen mondani, hogy az talán egy nagyon magas szám, viszont az sokkal esélyesebb, hogy a magyar társadalom 80%-a nem tiltakozik a rasszizmus ellen. Tehát, hogy ez az adományozás, és nyilván hát ez persze működik bizonyos embereknél, de ettől még a rasszizmus, az intolerancia, az sajnos jelen van. És talán nagyon sokszor megkérdezik, hogy zsidó létemre miért sokkal inkább a cigányság mellé állok. Teljesen prózai oka van, és nagyon örülök, amit mondott a Gábor, mondtál. Mert a zsidók a szocializációknál máshogy növünk fel, máshogy nőnek föl. Idézőjelben életképesebbek, könnyebb a helyzetünk. A cigány populáció a születése pillanatából, mondtad, hátrányban van, és igazániból 25 éve, 40 éve, évtizedek óta, évszázadok óta ez a kérdés nincsen megoldva. Tehát, hogy ez egy borzasztó nagy probléma, hogy azt gondolják nagyon sokan az emberek, hogy mi nem vagyunk cigányok, mi nem vagyunk érintettek, nekünk ehhez igazán semmi közünk nincs. Tehát, hogy nagyon kevesen vannak, azt gondolom, lelkisták, Marsovszky Magdék, Iványi Gáborok, Mécsimlék, hogy egyszerűen ezt kéne megértetni, hogy a rasszizmus az pontosan ugyanolyan bűn, mint az antiszemitizmus, a xenofóbia, az iszlámofóbia, ezek egytől fakadnak a gyűlölet és a tudatlanság, gondolom én, és hogy ezzel azt gondolom, hogy demokrácia, tehát korrupció már ez létezett demokrácia bűncselekmény, de hogy kirekesztések sorozata mellett nem létezett demokrácia, abban biztos vagyok. Tehát, hogy nekem ezzel az a problémám, hogy jelen pillanatban az iszlámofóbia, az nem csak a Fidesz története, hanem sajnos nagyon sok önmagát demokratának nevező ember, hát ugye a közösségi portálokon olvashatóak, egyetért Orbán Viktorral abban, hogy menjenek innen, ne legyenek itt. Ezek az emberek nem fideszesek, sőt még állítva nem is jobbikosok. Ők nem is tudják, hogy ők kirekesztőek. Szóval, hogy ezt úgy lehetne tenni. Én azt gondolom, hogy minden ember eleve önzőnek születik. Ugye ez a csecsemő lehet látni, mindent bedug a szájába, és ordít, hogyha nem foglalkoznak vele, és hát lassan tanulja meg, ha jók a szülei és a környezete, hogy nem csak ő van a világban. Hát az ember, és ez nem baj. Tehát nem baj, hogy mondjuk egy autóban robbanószer van, ez az üzemanyag, nem mindegy, hogy hol robban fel. Az utastérben akkor vége az autókázásnak, de hogy szenvedélyes, pusztító erő van az emberben, és gátlástalanul törve céljai felé, ez önmagában nem rossz. És ugyanúgy az sem, hogy alapvetően mindenfélére befolyásolhatók volnának. Tehát ha valaki azt hiszi, hogy őnek is soha semmivel szemben nincsenek előítéletei, az nem ismeri önmagát, vagy a kérdést sem. Nem az a baj, hogy az embernek vannak előítéletei, hogy mint ahogy azt mondanám, hogy nem az a baj, hogy a bőrük képes koszolódni, és képesek vagyunk testszagot árasztani. Nem ez a baj, hanem a baj az, hogy nem küzdünk ez ellen. Tehát a rasszizmusra, arra, hogy féljek egy másik kultúrától, és legalább szavakban fidalmaztam, vagy egy másik vallástól, bármilyen tőlem eltérő ember alacsonyabb rendűnek gondoljak, vagy úgy érezzem, hogy őt büntetlenül bánthatom. Tehát ennek a kísértése, ez minden emberben ott van, gyerekkorunkban pláne, és lassan-lassan jövünk rá olykor bizonyos pofonok révén, hogy nem csak mi vagyunk ebben a világban, hanem más is van. Tehát ha Magyarországon az emberek, és nem vitatkozom Marsovszky Magdival, mert ő ennek az egyik kutatója, mondjuk 70%-a kétharmada az embereknek rasszizmusban úgy van benne, hogy nem is veszi észre. Hát azt mondja az ember, hogy figyelj, de
csak egy soros gyöngyözés, vagy nem tudom én, hát ez burkolt antiszemitizmusok kikérni magát és feljelenteni az embert, hogy őt megváltották valamivel. Tehát én azt tartom drámainak, hogy Magyarországon az emberek nem is tudják olyan pontosan, hogy miben vannak benne, és azt hiszik, hogy az megengedett. Én ugyanígy vagyok a keresztény antijudaizmuson is, és azzal a fajta zsidó ellenességgel, amit a kereszténység pluszol magával 20 évszázadban. Tehát az első 150-es éveitől kezdve ez probléma. Attól a pillanattól kezdve, hogy ebben a kis zsidó szektában többségbe kerültek a nem zsidó. És ez azóta így van, és hát a kereszténységnek rengeteg bűne van, és ezzel nagyon sok helyen nem hajlandó szembesülni. Na most ugyanígy Magyarország, hogy ne ilyen nagy tételekről beszéljek, Magyarország az elmúlt 100 évben soha nézett szembe. Hát ez a szörnyűséges szobor, ami előtt itt tüntetnek, ez is annak állít emléket, hogy nem mi követtük el, mi legfeljebb, hát Isten bocsássa meg, kicsik és picit félékek voltunk, de ide jöttek ezek a gonosz germánok, és ők ezt megcsinálták, és mi nem tudtuk megvédeni a zsidó polgárait. Na most, az ember tudja, hogy ez egy oltas hazugság, hogy egy közönséges rabógyilkosság történt itt Magyarországon, most ezt ki kellene tudni mondani. És nem is az a, nem fog jól hangzani, amit mondtuk, hogy nem az a legnagyobb baj, hogy megtörtént ez a nyilvánzat, hanem hogy nem vagyunk hajlandók szembesülni vele és kimondani, mert néhány kimondtam, milyen büdkét ítéltem meg, reményem lehet arra, hogy ebből kikeverednem, mint ahogy le tudom mosni magukról a szennyet, aztán majd megint bepiszkolódom, tehát nem az a tiszta ember, aki el tudom viszont elő zárkózni, nem tudunk úgy végigmenni ezen a világon, hogy belepiszkolódunk, hanem az a tiszta ember, aki folyamatosan igényesen tisztálkodik. Most lelkiképpen ugyanez a helyzet, tessék tisztálkodni a rasszizmus, a másiktól való félelem, idegenkedés dolgában, és ez csak úgy lehet, ha az ember közel megy, párbeszédet folytat, megpróbálja megismerni a másikat, mert akkor meg tud szabadulni ezeket a problémáikat. Kérdés, ki valaki? Köszönöm. 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 Hogy mi van azokkal az emberekkel, vagy azokkal a szerveződésekkel, akik kihasználva ezeket a helyzeteket, mint például a menekülteknek a helyzetét, akik ebből meggazdagodnak, akik felszerveződnek, biztatják őket, és olyan dolgokat mondanak nekik, ami nem is valós, tehát nem is igaz, kihasználva az ő helyzetüket természetesen. Az éremnek ez az oldala teljesen kimaradt. Márpedig ez egy óriási üzlet, tehát akár valósággá válik, akár nem, ez az üzletág, miután ez így alakult ki, ez biztos, hogy beállni nem fog. Ennek a hátterét én például nagyon hiányolom, hogy nálunk nem publikálják. Tehát megemlítik egyébként szörmentén, de anélkül ez az egész dolog nem működne. Ez az egyik a másik. A romákkal kapcsolatban szeretném mondani, hogy ugyanez a helyzet van. Tehát megkeresik azokat az embereket, akik olyan lehetetlen helyzetben élnek, én mondjuk a 8 kerületben élek, és ezt a saját szememmel látom és tapasztalom is, hogy ugyanígy akár a droggal, az alkohollal, a kölcsönadott pénzekkel, a kimondottan eltérítéssel azzal, hogy akár dolgozzanak, vagy iskolába menjenek, mert én a saját szememmel látom, amikor autóval oda jönnek és berakják őket, és elviszik kurváknak, bocsánat, hogy kimondom az igazat, de így van, és ha nem akar menni az a lány, akkor bizony megismerik, és nagyon-nagyon csúnya dolgokat szoktam látni ilyenkor, amikor elviszik őket, vagy hazahozzák, és az egész család él ilyen dolgokból. Tehát azért vannak ennek olyan árnyoldala is, hogy mi hiába szeretnénk ebből valami jót vagy jót látni, vagy ez én vagyok? Nem. Nem, eljön.
én ennek a másik oldalát is látom, és látok egy szándékos lezüllesztést is. Tehát azért, mert ilyen embereket már nem fognak felkeresni, dolgozni, nem fogják felkeresni, mert megbízhatatlan. Sőt, kifejezetten ebből gazdagodnak meg, és utána, mint a rongyot úgy eldobják utána, szóval olyan csúnya dolgokat szoktam látni ebből az oldalából, és erről valahogy soha nem beszélünk. Pedig nálunk ugye önbiztosan tisztában is van vele Kocsis Máté, ugye, mi polgármesterünk, aki mindenkivel foglalkozik egyébként, meg mondjuk a Vajdákkal is ugye lerendezte a dolgokat, csak éppen azzal nem foglalkozik, amivel kellene. Pedig aztán ők, hogyha valamit tehetnének, ők aztán tényleg tehetnének egyébként. Úgyhogy én ez az oldala soha nem látszik se sajtóban, se tévében, se propagandában, soha nem látom ezt az oldalát egyébként, pedig biztos, hogy valahonnan ezt a végét is meg kellene fogni ennek a dolognak. Ez hatósági munka lenne, tehát hogy elvisznek egy fiatal korrupciós prostitúcióra, ezt mi megakadályozni nem tudjuk, azt meg tudjuk tenni és meg is tesszük, hogy egyes iskoláinkban ilyen, például az Apolykéri is, összeszedjük az út széléről a lányokat, ott van, abból kérem egy úgynevezett családos napközink, amiben olyan gyerekkorú anyákat szedtünk össze, akiknek babájuk van, és megbeszéltük velük, hogy mi fogadnánk a babával együtt őket. És a babával egy kis bölcsödében foglalkoznak napközben szakemberek, a kisbaba anyukája az beül az osztályba, kell szünetbe megszoktatja a gyereket, és aztán este együtt hazamennek, mi pedig vigyázunk arra, hogy legközelebb is eljöjjön. Vagy én magam is csináltam már nem olyan gyakran, de előfordult, hogy mentettem ki anyát gyerekkel együtt, Stricinek a fogságából, de azért azt bölcsön látnunk kell, hogy mi nem vagyunk ellenfelek ezen a területen, tehát mi a dolog másik végén tudunk bármit. Most a menekülteknél ugye többen voltak, akik például menekültek szállításából húztak hasznot. Mi nem tudtunk ezzel foglalkozni, és az tényleg túlvállalás lenne, hogy az ember azon törni a fejét, és hogy vegye át a rendőrségtől ezt a feladatot, mert a rendőrség is dolgozott, hát láttunk nagyon sok félreállított és rendszertáblától megfosztott autót, hogy így védekeztek, hogy ahol lebukott az alkalmi taxis, aki menekültet pénzét szállított, azt annak elvették a rendszertábláját azonnal. Na most mindig előrébb jár a bűnöző, mint a bűnöző hatóság, és ezt is látnia kell az embernek. Most a terrorizmusnál is azt látjuk, hogy a terroristák is mindig előrébb járnak, mert a normálisan élő ember az nem gondolkodik abban, hogy ez egyetlen egy Magyarország, ahol felsorozott, és abban gondolkodik, hogy ki az a főbiztos terrorista lesz. Normális társadalmakban hinni akarjuk, hogy életet szerető, tisztességes emberek vannak. Na most, aki szegény, az sokkal könnyebben áldozatul esik minden ilyen dolognak. Az a csinos roma kislány is, akit elkapnak, elvisznek, nem tud ellenállni ennek a dolognak. A mi dolgunk csak az, hogyha tegyük fel, börtönbe kerül. Én Dél-Amerikában is látogattam olyan lányokat, fiúkat, akik a drogfutárságban sodródtak bele. És az én dolgom nem az volt, hogy azt mondjam, hogy ezek csúnya dolgok, és most keserülje meg, igye meg, amit főzött magának, hanem szükség volt arra, hogy életben tartsa az emberségünket, hogy megpróbálja segíteni, hogy ebből a helyzetből kitörjenek. Ha nem sikerül, akkor sem tudom a hatóság szerepét átvenni. Tehát ha hiányérzete van, akkor az ebből adódik, hogy minden segítő szolgálatnak tudnia kell, hogy hol az a határ, amit ő nem léphet át, mert nem hatóság.
és ugyanakkor viszont a hatóság felé közvetíti azt, hogy igen, tessék beavatkozni. Emlékszem, egy egyházi konferencián voltam kint a Fülöp-szigeteken, és hát szörnyű találkozás volt a prostitúcióval, gyerekek, sokasága, és rettenetesen féljelten fehér emberként magam, mert derült ki, hogy az európai emberek, a fehér emberek oda szexturizmus céljából járnak. Voltak még ilyen kellemetlen, nevetséges helyzetek is. Emlékszem, az egyik baptista kollégám gyúrta ott egy strici, kínálgatott egy kislány, és a végén kibőgte a kolléga, hogy tehát ő lelkész. Mire a válasz némi gondolkodás után az volt, hogy tudok egy apácát. Nem vagyunk egy súlycsoportban, és hát ugyanakkor ott, mondjuk Fülöp-szigeteken is az volt, hogy összeszedtünk minden élelmiszert ott abban a szállodában, ahol laktunk, és egy kollégában nagyszerű ember volt, kimentünk, beszélgettünk, és érdekes tapasztalat volt az is, hogy sok lányon látszott, hogy most először találkoznak olyan férfiakkal, akikre, mint a férjükre vagy a mondjuk jó esetben az apjukkal szerettek volna, tehát szerették volna az apjuk, ha így bízhatnak, aki nem akarja őket bántani, vagy határjon megint egy saját tapasztalattal itt a 8. kerületben, vagy egyszer, ugye a Dankó utca, valami központunk van, prostitúció szempontjából a leginkább érintett utca volt. Volt, úgyhogy én kijövén a irodámból, egyik lány rám szólt, hogy ne álljak máskor, mert ez az ő helye. És mi egyik ablakunknak a fényeit oda világított. És egy alkalommal az egyik hölgy megismert ott engem, nevemen szólított, beszélgetésre elvegyedett. Mert aztán egy idő után elkezdett sírni, hogy ő utálja önmagát, a férje kényszerítette, hogy ide kiálljon, aki meg is jelent egyébként a kutyával közben, és örömmel beszélgetni kezdett velem, és ő addig nem mehet haza, amíg legalább egy fuvart nem teljesít. És hát amikor ketten maradtunk, akkor ugye nekem időnként szoktak adni így pénzt, hogy adjam oda valakinek. És volt a zsebemben egy 5000-es, akkor ilyen pénz. Valaki markomba nyomta aznap, hogyha valahol valakinek szüksége van egy kis támogatásra, adjam oda. És hát amikor mondja ez a nő, hogy ugye az árfolyamokat annyira nem ismerem, de azt gondoltam, hogy egy 5000-es az körülbelül rendben van. És hát mondtam neki, hogy itt van ez a pénz, és dobjuk ki az ószert, mert kezében volt egy ószert, meg is mutattam, hogy így engedték őt ki ezzel az utcára. És mondtam, hogy itt a kuka, dobjuk bele az ószert, vigye ezt a pénzt, és menjen haza. Igen, ám, de egyik diákon éppen fölbukkant a sarkomat, az ószerrel ott jelentkeztünk, és én a pénzt odaadtam a hölgynek, és egy nagyon kerek szemmel bámulta, ezt nem tudom, és mondjuk egy kicsit nem is akarom megmagyarázni persze ezt a jelenetet, de nem marad nekünk más, mint kevés volt. Igen, itt van két nagyon fontos dolgot vettem föl, a becskérdezőványát megnyilvánulók. Az egyik az, hogy valóban vannak kimutatások, hogy sok milliárd dolláros üzletet bonyolítanak le azoknak az emberek, akik tutajokon egyebekkel, gubicsornakokon, tízezreket, százezreket szállítanak,
és ezzel ugye ott kellene fellépni, de ez nem ment meg minket attól, hogyha innen jön egy szerencsétlen nyomorult, és éhezik, és szomjazik, és nincs cipője, hogy akkor ne segítsünk rajta. Nekünk ez a szerepünk itt. A másik, hogy hatással legyünk a saját kormányzatunkra, és azt tanítsunk valami tisztes viselkedésre. Tehát ezt kevesen vagyunk, de most nem akarok applikálni ennek az érdekében. A másik dolog az elnyomott rétegeknek a kooperátorai. Ez mindenünk így van sajnos, hogy sokszor a hajcsárok és a dáruba bocsájtók és az ember eladók, azok abból a rétegből származnak, amelyet elnyomnak. Tehát ez sajnos így van. És a másik probléma pedig, amit tapasztaltam, hogy a cigányságunkban nincs még igazi alulról fölnőtt értelmisége. Egyrészt aki értelmiségi lett, az eltávolodik a cigányságtól, másrészt elnézést közel tartotta, vagy másrészt pedig adott esetben hát kizsákmányolója, kiszipolyozója lesz a saját rétegének. Hát ez, és hát hadd említsem meg, hogy drága jó barátunk, Árpikánk, akit nemrég eltemettünk, és akit nagyon szeretünk mindnyájan, ő is jó szívének következtében eljárási kegyelmet adott annak idején, fiatal cigány vezetőnek, aki elsikasztotta a pénzt. És óva intettük, és intették a tanács, jobb tanács vezetői, hogy ne tegye ezt, ne eljárási kegyelmet adjon, hadd menjen végig a büntető eljárás, és akkor, ha elítélik, akkor adjon neki kegyelmet. Most sajnos látjuk azt, hogy azt a tapasztalatot vonza le ez az akkori fiatal szerencsétlen cigány ember, hogy ő mindent megtehet, és most pedig hát a cigány vezetőség egy része ennek hát lesz az változata. Tehát itt nem lehet azt tenni, hogy egyik irányba rendkívül jó szívek vagyunk, a másik irányban pedig nem vagyunk elég kemények, hogy a bűn viszonyok. Igenis, a bűn a bűn, bárki követi el, a szegény ember megértjük, úgy, ahogy ezt a Gábor is elmondta, sőt, hát a Szent Írás tanítása is az, ahogy én emlékszem, hogy az éhezőnek enni kell adni, és ezt másképp nem tudja megtenni, akkor meg kell szeretni első kötelessége, hogy a gyerekeimet enni adjanak. A másik dolog az, hogy azt, aki másokat kihasznál. Nagyon sok uzsorás van például, aki cigány származású, és a saját közegéből szedni a változatait. Ezek ellen ugyanúgy fel kell lépni, éppen nevelő pedagógiai célzattal. Ennyi szeretettel volna ezt, hogy más nincs. Köszönöm szépen. Köszönöm. Jó, akkor ha nincs több kérdés, akkor szeretném mindenkinek megköszönni. Tehát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és a különösen Iványi Gábornak és Imrének, és a tradícióinknak megfelelően van egy emlékkönyvünk, és hogy szeretném megkérni Gábort is és Imrét is, hogy egy pár sort ebből az emlékkönyvbe írjon. Köszönjük szépen!
És akkor ameddig az emlékkönyvbe írnak, kedves vendégei, nem tudom, hallottatok-e a Hohmann szobor állításról? Hát ez ügyben kéne azért egy kicsit majd beszélni, mert Székesfehérváron ugye fel akarják december 29-én Hohmann Bálint szobrát avatni. Hát legalább olyan gyalázatos, mint a szabadságtéri emlékmű. Tehát, hogy ezzel nem valamit tennünk kéne, erről még beszélni kéne. Köszönöm. Tettenék magunknak egy kérdést. Parancsolj. Megtettünk-e mindent azért, hogy ez a rendszer kicsit pozitív irányba haladjon ez alatt a 6 év alatt?